Különleges szertartást tartottak az Ercsi Nagyboldogasszony kegy templomban, az imádság apropóját a meg nem született gyermekek és egy szobor csoport látogatása adta. Világosság rózsafüzér imádság, énekek, majd szentségimádás szertartása, ezt követően egy újkori modern szent, Szent Janka litániája következett. Szent Jankát tiszteljük ebben a szobor csoportban, Beretta Molla, Szent Janka, Szent Gianna, olaszosan egy édesanya, aki életét adja gyermekéért, és ő egy doktornő volt, aki rengeteget imádkozott, és példát mutatott arra, hogy milyen fontos az orvos tudomány mellett a hit. Az ő életében ismerkedhetünk meg itt, ezeken a kiállított plakátokon. Az ő hite, áldozata és szeretete sokak szívét megérintette. Szent II. János pápa 1994-ben avatta boldoggá, mint az élet tanúját, akinek tanúságtétele valódi himnusz az élet mellett. Meg nem született gyermekeket ábrázol ez a szoborcsoport, őrájuk gondolunk. Meg nem született gyermek lehet az, aki akár elvetélt, akár abortusz áldozata lett, annak szenvedésében nem élte meg a világot, vagy bármilyen olyan dolog, amiben akár, ki is kell mondanunk néha, akár orvos lebeszéli az édesanyát, hogy ne szülje meg ezt a gyermeket, vagy a család beszéli le az édesanyát erről a gondolatáról. Őértük imádkozunk, ezeket a meg nem született gyermekekért, akik már ott vannak a jó Istennél, a mennyország örömében vannak, de mégis nem lehettek itt közöttünk. Szent Janka imája asszonyához. Mária, anyai kezedbe helyezem, és teljesen rád bízom magam. Bízom abban, hogy elnyerem azt, amit kérek tőled. Bízom benned, mert szerető anyám vagy. Bízom benned, mert Jézus anyja vagy. Ezzel a bizalommal átadom magam neked, és tudom, hogy imám meghallgatása talál, és ezzel a bizalommal a szívemben köszöntelek, én anyám, én reményem. Ez egy szoborcsoport. Egy édesanyát ábrázol, ki szomorú, ki sír, mondhatni, eltakarja fejét, szemét, fájdalmát, és egy gyermek, aki pedig nyúl hozzá, mint egy üvegszobor, úgy néz ki ez a gyermek. Mint egy üvegként megábrázolt, tehát törékeny, mert minden gyermek törékeny, mert a mai világban is. A gyermek egy érték, aki a jövőt jelenti, akire szükségünk van. Ez a szoborcsoport járja most a december 31-ig a mi egyházmegyénket itt Székesfehérváron, és Püspök atya kérte, hogy itt Ercsiben is, itt a jegyesek zarándok helyén, és milyen szépen ide vág, mert egy jegyes is, akik eljegyzik egymást, fiatalok, ők is úgy döntenek, hogy majd egyszer gyermeket akarnak, családot akarnak. És őértük imádkozunk, hogy legyen tiszta szüzi életük, legyen példakép az ő életük. Aztán utána a házasság, utána a családalapítás, és minden gyermek a Jóisten ajándéka az ő életükben. Valami elkezdődik itt Ercsiben a jegyesekkel, aztán valami meg folytatódik. Egy élet továbbadása. Így járja az egyházmegyénket ez a szoborcsoport. 1922-től 1962-ig éltő Szent Janka, és ezek a molinók, ezek az ő életét ábrázolják, amit a felvétel be is mutat számotokra. Érdemes elolvasni, érdemes utána nézni. Korunk szentje. Tehát nem egy régi középkori, vagy 1800-as évekbeli szentre gondolunk, hanem egy olyan szentre, aki korunkban élt. Akiről lehet, hogy nem sokan hallottak, de mégis az ő édesanyai példaképe. Egy olyan szent, aki példát ad korunknak, aki a gyermekeket és minden gyermeket Isten ajándékaként fogadott. Az utóbbi néhány évtizedben, hát talán 56-60 évre visszatekintetőleg, sok a válás is Európában. Külön válnak az emberek. Valami nem jó. Valami nem jól működik, és ez a család, ez erre ad nekünk példát. Szent Janka élete, története, orvosi hivatása erre ad nekünk példát, hogy védi az életet. Hogy igenis fontos a házasság, hogy az egy szép dolog, attól nem kell megijedni. Nem kell attól félni,
az erőt ad a két félnek. Ábrázol valamit ez a szobor, hogy egy abortuszi döntést, vagy egy magzat elvesztését nem olyan könnyű feldolgozni. Ez egy olyan tragédia, ami mély nyomot hagy, mert vagy ott az anyában benne van ez a csöpség, egy élet, ami meg akar születni, és azt nem szabad eldobni. Hát erre hívja fel a figyelmet ez a szoborcsoport leginkább. És a gyermek azért, mint egy üveg, mert törékeny az élet, az új élet. És az anya, az fölneveli ezt a gyermeket. Aztán sok helyen járt már, és sok helyre fog még menni, és gondolunk erre, hogy sosincs elveszve minden. Mindig van reménység, hit, szeretet, mely összefűz bennünket. Imádkozzunk a meg nem született gyermekekért, imádkozzunk Szent Jankáért, kérje minden nő, édesanya, nagymama az ő segítségét, és az ő élete pedig legyen példakép számunkra, hogy mindig van remény, mindig van erő, és az élet továbbadása egy nagyon fontos példa. Egy nagyon fontos dolog, amit el kell sajátítanunk. Erre az a korunk szentje példát ad mindannyiunkra.